Öt ország 11 egyetemének közreműködésével rendezte meg az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Média és Design Intézete a Tipozóna 5 tipográfiai kiállítást az Egri Templom Galériában. Április 11-én a kiállítás megnyitóját megelőzően három külföldi egyetem, a Kassai Műszaki Egyetem, a Tomás Bátta Egyetem és a Krakói Képzőművészeti Akadémia képviselői tartottak előadást egyetemünk dizájn és tervezőgrafikai képzéseiről. És sok más intézmény társaságában mi is bemutathatjuk tipográfiai és kísérleti munkáinkat itt Egerben. That many schools in one time shows his work, typographic works and experimental works here in Eger. A megnyitón köszöntő beszédet mondott Dr. Csáfor Hajnalka, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oktatási rektorhelyettese, kiemelve az alkotó kreativitásának, tehetségének és elhivatottságának az eredményét láthatják a résztvevők, hiszen kezeik alatt olyan alkotások születtek, amelyek nem csak elgondolkodtatók, szemet gyönyörködtetők, hanem inspirációt is nyújtanak mindenki számára. A Templom Galériában nyílt biennálé tematikája a Human Touch, azaz kézjegy volt, ami a tervezőművészetben összekapcsolja a nézőt az alkotó emberi mi voltával és azon közös emberi élményekkel, amelyeket az közvetíteni kíván. A témát a kiállítás két kurátora, Habil Csontó Lajos és dr. Süli Zakar Szabolcs adta. Napjainkban mondjuk így a vizuális művészeteket, és nem csak a vizuális művészeteket, hanem a minden ilyen kreatív iparágat azért egyre jobban meghatározza a mesterséges intelligencia, egyre gyorsuló jelenléte, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, illetve a digitalizáció, tehát hogy tulajdonképpen ma már például a betűtervezés, vagy általánosságban a tervezőgrafika, az nagy részt azért egy digitális folyamat, mi számítógépen különféle szoftverek segítségével tervezzük meg a betűket, de mégis időről időre felbukkan az az igény, hogy ezt ne így tegyük, hanem hogy visszanyúljunk egy kicsit a papírhoz, a ceruzához, vagy különféle abszolút manuális vagy materiális anyagokhoz. És tulajdonképpen erre voltunk kíváncsiak Lajossal, hogy illetve az egész Média Design Intézettel, mert azért ez egy csapatmunka, ahogy létrejön ez a kiállítás. A kiállítás megnyitóján adták át a Tipozóna Magyar Tipográfiai Díjat, amelyet hallgatói kategóriában Petrucz Ágnes, oktatóiban Balla Dóra nyert. Az elismeréseket képviseletükben Varga Balázs, a Moholy Nagy Művészeti Egyetem Média Intézetének igazgatója vette át, aki részt vett a zsűrizés folyamatában is. Délelőtt folyamán volt egy néhány órás bejárás, ahol minden zsűritag külön-külön végignézte az alkotásokat, és külön a oktató és a hallgatói díjra 3-3 javaslatot tett mindenki. Ennek az összesítéséből rajzolódott ki az a végeredmény, ami még először nem végeredmény formájában, mert hogy még egy holtverseny is kialakult az egyik kategóriában, és akkor ott még volt egy rövid egyeztetés a zsűritagok között, és akkor ott közös akarattal egy szavazás döntött el végül a díj sorsát. A tipográfiai kiállítások iránt érdeklődők május 12-ig tekinthetik meg az 5. Tipozóna kiállítást az Egri Templom Galériában.